Kerintő tulajdonképpen már vagy majdnem 5 évvel ezelőtt született maga az album, illetve a műsornak az ötlete, és ez volt az első olyan alkalom már több évvel a kislányom születése után, hogy én gyermekeknek, kifejezetten gyermekeknek és családoknak szóló műsort készítettem a csapatommal. A Csinte kerintő egyébként egy vasi gyerekdalnak a kezdőszava, amit én innen a szülőföldemről hoztam egy batyuban magammal. Több ponton is kapcsolódik vasi dalokhoz ez a lemez. És tulajdonképpen az évszakok változására épült, tehát az volt a célom, hogy egy archaikus, a hagyományos kultúrában jelenlévő rendhez igazodjunk. És hogy ennek segítségével minél több olyan dolgot át tudjak adni a gyerekeknek, amely a hagyományos magyar paraszti kultúrában létezett.
elsősorban természetesen szeretném, ha a gyerekek jó muzsikát hallanának, jó kedvűen, örömmel töltenénk el mindig egy-egy órát. Gyakorlatilag mindig a közönségtől, a helyszíntől is függ, hogy mennyire tud egy koncert interaktív lenni, de általában beszélgetünk is, közösen énekelünk, tapsolunk, ha a hely engedi, akkor táncolunk együtt, rikoltozunk, tehát folyamatos aktivitásban zajlik ez az egy óra az ő számukra is, nem csak a miénkre. Az a nagy szerencse, hogy, és tényleg nagy boldogság nekem, hogy a koncertek 99%-ában, ha nincsenek teljesen extrém zavaró vagy kátló körülmények, akkor nagyon jó hangulatú, aktív koncertek szoktak kerekedni. És csak remélni tudom, ezt a szülőktől kellene megkérdezni, hogy milyen nyomot hagyja a gyerekekben, és mennyire éneklik utána a dalokat, vagy kapnak kedvet ilyesmihez, de én őszintén remélem, hogy mindenkinek sikerül oda a fülecskébe valami kis bogarat ültetni, vagy aki már eleve hozott magától a családból ilyen indítatást, ott pedig tovább vinni ezt a vonalat, és dalos kedvet, vagy táncos kedvet, vagy egyáltalán csak a zenének az örömét. Csillag süt a szent rágán,
2013-ban alakult Bábel alapfelállásban rockot, indie rockot játszik, döntően magyar nyelvű szövegekkel. Ehhez az alaphangzáshoz társul, hogy maguktól mondják, energia, lendület, dinamizmus, hangerő és még több hangerő. Többféle stílusban is kipróbálták magukat, de a rockzene az, amiben a zenekar összes tagja otthon érzi magát. Több mint 10 éve alakult, 2005-ben volt az első koncertjük, azóta is ez a legfontosabb dolog az életükben. A kedvenc 50-es, 60-as, 70-es évekbeli együtteseiket és pár újabb előadót hallgatva kezdtek el zenélni, a régi klasszikusok életérzését és feszes lazaságát keverik a mai kor hangulatával. Még tépem a húrokat, addig a szívem érted a dolg, amíg látom az és hallom dübörődnek a dobog. Akarom, hogy én
Credo proprio che dovrò parlare con i tuoi genitori. Ora puoi anche andare. L'ora di ripetizione è terminata. Ma io non ho ancora finito, signor professore. Színpadkép, energikus alterrock, két lány, két fiú. Szövegcentrikus zenéjükre azt szokták mondani, hogy amilyen bonyolultnak tűnhet, annyira egyszerű. Nevük a Budai Szél Kálmán tér egykori becézését takarja, ahol a 60-as évek szabadságszerető fiataljai tengették napjaikat. Meg se kottyan a belső udvaron, egy belső életérzés füstje száll a szűkös balkonon. Kicsit el vagyunk szállva, kicsit el vagyunk. Kicsit el vagyunk zárva, szálva, szálva. Kicsit el vagyunk szálva, kicsit el vagyunk. Kicsit el vagyunk zárva. Még szélesebbre szabom ezután, végtére szűkös, ami ezután. Még szélesebbre szabom ezután, végtére szűkös, ami ezután jön. Majd ha mondja, hogy mondja, hogy jó, épp csak annyit, hogy tudjam, hogy jó. Szóljon bármit, csak hajram, hogy jó. Valami megdobban. Különös kert a májam, a furcsa dolgaim. Jönnek, ülnek, állnak, benne laknak, össze-vissza mind. Aki még rám sem ismer, nem láthat boldogan. Ha szűk a tér a fényben, szembe jön velem saját magam. Kicsit el vagyok szállva, kicsit el vagyok. Kicsit el vagyok zárva, szállva, zárva. Kicsit el vagyok szállva, kicsit el vagyok. Kicsit el vagyok zárva. Még szélesebbre szabom ezután, vég tére szűkös, ami ezután. Még szélesebbre szabom ezután, vég tére szűkös, ami ezután jön. Majd ha mondja, hogy mondja, hogy jó,